Ezek a képek az elmúlt hosszú hétvégén készültek. Tolna megyében ugyanis 12 közlekedési baleset történt, melyből 2 végződött súlyos sérüléssel. Az egyik Szekszárdon volt még pénteken a délutáni órákban, a Sárvíz utca és Tarcsai utca kereszteződésénél. A kereszteződésben a járművezetője megállt forgalmi okokból, majd elindult, amikor nem észlelte azt, hogy mellette a kerékpár úton egy gyalogos éppen az úttesten halad át. A járművezetője elütötte a gyalogosan közlekedő hölgyet, aki 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. A másik súlyos sérüléssel végződő baleset Faddon történt szombaton délelőtt. Egy 45 éves helyi férfi rendszám nélküli motorkerékpárjával közlekedett a településen, amikor ismeretlen körülmények között letért a baloldali füves útpatkára, és ott egy akácfának ütközött. A balesetben a férfi olyan súlyosan megsérült, hogy mementő kórházba szállították. Ő is 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben. A férfinél alkoholszondás vizsgálatot hajtottak végre kollégáim, mely pozitív értéket mutatott, ezért vele szemben itt a járművezetés vétség elkövetésének gyanúja miatt eljárás indult a szekszárdi rendőrkapitányságon. Az elmúlt 4 napban további 10 anyagi káros baleset történt Tolna megyében. A rendőrség felhívja valamennyi forgalomban résztvevő figyelmét, hogy egymásra odafigyelve, toleránsan a szabályok betartásával közlekedjenek.